Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben itt megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A PVSK ellen folytatták győzelmi sorozatukat a kékcápák. 3-0 sikerrel zárta újpesti túráját a Fátum Nyíregyháza. 30 csapat lépett pályára az 5. Junior Kupa kézilabda tornán. Hazai pályán a Soroksár ellen kezdi a tavaszi szezont a Spari. Békésen szerezte meg 9. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. Harmadszor nyerte meg az Ibrány a Nyírerdő Kupa terem foci tornát. Újabb győzelmet aratott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen 106-69-re verték a PVSK második csapatát. Azt kértük a fiúktól, hogy az első másodperccel kezdve komolyan vegyék. Szerencsére a fiúk komolyan vették a mérkőzést, az első másodperccel kezdve hajtottak, védekeztek, és hát elég hamar meglett a különbség, és örülök annak, hogy a fiatal játékosok sokat tudtak játszani. Jön most másfél hét szünet, vannak apróbb nagyobb sérülések a csapatnál, mire lesz jó ez az időszak? Mindenképpen rehabilitálni a sérült játékosokat, és jó lenne, hogyha már teljes csapattal tudnánk játszani jövő szombaton az MTK ellen. Idegenbeli mérkőzések következnek, most egy darabig nem látja a közönség a csapatot. Jelent-e valami nyomást, vagy éreszek-e valami nyomást, amiatt, hogy azért sorra jönnek a győzelmek, ami egyrészt nagyon jó, másrészt viszont mindenki a Nyíregyházát akarja megverni, és gyakorlatilag mindenki különösebb nyomás nélkül épp pályára ellenünk. Hát igazából olyan nagy nyomást nem érzünk a fiatalokkal kiegészülve. Ugye látszik, hogy most már ők is beépültek a csapatba, egyre jobban, egyre bátrabban játszanak, és mi is jobban merjük beküldeni őket a pályára. Az idősebb játékosokon nem látom a nyomást, meg szoktuk ezt beszélni, hogy figyeljünk oda minden csapat ellen, úgy készüljünk, mintha az első helyért küzdenénk a bajnokságba. Így van, mindenki minket akar most megvenni, ugye az a szenzáció, hogyha ellenünk nyernek. Nekünk muszáj profinak lenni és minden mérkőzés komolyan venni. Mennyi fejlődési potenciál van még a csapatban? Úgy gondolom, hogy van még, én még védekezésre mindig látok, még mindig agresszívak tudunk lenni, illetve pontban is tudunk még vannak olyan játékosok, akikben több pont van, nagyobb rotációval tudunk játszani, de most már azért látszik, hogy a kispadról is több pont szokott jönni, ez nagyon pozitív, és próbáljuk ezt tartani, illetve emelni. Szokták mondani, hogy sokszor a kötelező feladat megoldása a legnehezebb. Ti mennyire éreztétek ezt most nehéznek? Ehhez a meccshez is úgy álltunk hozzá, hogy ugyanolyan meccs, mint a többi, szóval nem becsültük le az ellenfelet. Próbáltuk magas intenzitással elkezdeni a meccset, hogy a hátralévő időben ne legyen gondunk az eredménnyel. Ez sikerült is, úgyhogy az első fél időben egy olyan eredményt tudtunk kialakítani, egy különbséget, ami már elegendő volt a mérkőzés megnyeréséhez. Mekkora önbizalmat ad az, nem is csak erre a meccsre gondolok, az, hogy a tabella élén álltak, és mindössze 3 vereséggel szenvedett el eddig a csapat. Nagyon jó érzés a tabella elején állni, nagyon jó, nagyon bizakodva várjuk a rájátszást. Nagyon szeretnénk döntőt játszani, és szerintem erre minden lehetőségünk és energiánk megvan, úgyhogy én remélem a legjobbakat. Te Csitku Marcival, Dancsés Andrissal azért elég sokat szoktál pályára, most viszont a többi fiatal is nagyon sok játékpercet kapott. Milyen volt így játszani, mint a gyakorlatilag az 20-as csapat lett volna a pályán, hol Busz Ivánnal, hol Brighton Hobbs-szal kiegészülve? Igen, nem volt meglepő, mert ugye azért minden 20-as meccset ezzel a szerkezettel játszunk, kiegészülve most Ivánnal meg Bivel. Nagyon felszabad úton tudtunk játszani, hál' Istennek, a paddal is több pontot tudtunk dobni, mint általában, úgyhogy szerintem egy nagyon jó meccs volt. Gondolom azért beszélgettek, bár még messze a bajnokság végig, hogy hova érhet oda ez a csapat. Megvan a hivatalos célkitűzés, de azért a játékosok mindig egy picit magasabbra teszik a lécet, ti mit szeretnétek? Ilyen kimondatlan cél ugye a feljutás, szerintem nagyon jó esélyünk van a döntőbe, ahogy említettem, hogy döntőbe jussunk. Minden meg fogunk tenni annak érdekében, hogy odáig elérjünk, és minél jobb eredményt érjünk el. Győzelemmel zárta újpesti túráját a Fátum Nyíregyháza. Hollócsi László együttese az Extraliga 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen 3-0 nyert az UTE otthonában. Egyfelől szakmailag is rotálni kell a csapatot, hiszen tényleg 9 nap alatt 4 mérkőzést játszottunk, és úgy mentünk még bele egy Újpest mérkőzésbe, tehát gyakorlatilag 13 nap alatt 5 mérkőzés, az azért nagyon sűrű. Másfelől kicsit az élet is így diktálta, most már ugye nyilván egy kicsit beszélhetünk nyíltabban,
mérkőzések előtt nem nagyon szeretem elmondani, hogy mi zajlik a csapat házatáján, hiszen akkor az ellenfelek is úgy tudnak készülni. Azért több játékosunk is sérült volt, tehát ugye ezért is volt az, hogy Zágráb ellen is nem a úgymond a szokványos csapattal álltunk fel, illetve hát volt olyan több játékos is, aki gyakorlatilag a Újpest elleni mérkőzés napján mozgott először. De tényleg örülök, hogy annak ellenére, hogy azért nem nekünk van a leghosszabb padunk, mégis akiket berakunk a csapatba, azok meghálálják a bizalmat. És konkrétan válaszolva a kérdésre, megmondom őszintén, pont emiatt talán volt egy kicsit nagyobb aggodalom vagy feszültség bennem, hogy fogjuk tudni az Újpestet kontrollálni. Úgyhogy a 3-0-ra még megmondom őszintén, nekem is egy kicsit meglepetés. Hétvégén újabb rangadó vár a csapatra, de közben lesz egy magyar kupa mérkőzés, ugye? Tekintve az ottan a Jászberényben elért eredményt, gondolom egy jó felkészülési meccs lehet majd a Békéscsabeli mérkőzésre, hozzátéve, hogy egy győzelem kupa döntőt ér majd. Így van, én nem gondolom, hogy most még rögtön nekünk a Békéscsabára kell koncentrálni, hanem tényleg itt a legfontosabb, hogy föl kell készülnünk a Jászberényből. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó szalmaszálig kapaszkodni fognak ebbe a lehetőségbe, úgyhogy tényleg nekünk nagyon konkrétan és nagyon keményen föl kell készülnünk, és csak utána gondolkozhatunk a Békéscsabáról. Az egy teljesen más mérkőzés lesz, kicsit fel is forgatták úgy a bajnokságot, tehát erről már beszéltem több médiában is, hogy ők úgy játsszák most ezt a játékot, hogy gyakorlatilag az utolsó 3 hónapra vásároltak össze egy csapatot. Nem akarom én ezt hosszabban kommentálni, mert nyilván Magyarországon ilyenkor gyorsan nekitámadnának az edzőnek, ha valaki kimondja a véleményét. Én más dologban hiszek, én a munkában hiszek, hosszú távú munkában, és tényleg az, hogy akár külföldi, akár magyar játékost fejleszteni kell. De hát erre mindenki mondhatja, hogy a Hollósi abban hisz, amiben akar, nyilván az eredmény a fontos, de én azt szeretném, hogy a nyíregyházi közönség tényleg ezekre a lányokra büszkék legyenek, mert most az Újpest ellen is egy olyat produkáltak, ami még egyszer hangsúlyozom, engem is egy kicsit meglepett, tehát egy 3-2-es Zágráb mérkőzés után, ahol azért nagyon sokat kivett a csapatból az a mérkőzés, képesek voltak így oda tenni magukat. Én úgy gondolom, hogy a nyíregyházi publikum, illetve a város büszke lehet ezekre a lányokra. A nyíregyházi röplabdázók az elődöntő visszavágóján 3-0-ra legyőzték a Jászberényt, így ott vannak ismét a kupa döntőben. 5. alkalommal rendezték meg a Junior Kupa nemzetközi kézilabdatornát, amelyen 30, közte 13 határon túli együttes lépett pályára. A tornánk nagyon jól sikeredett, meg kell, hogy mondjam, hogy ez volt szerintem az 5 torna közül a legjobb. Egyrészt a csapatok nagy létszáma miatt, másrészt pedig a szervezésben szerzett tapasztalataink már lehetővé tették, hogy zökkenőmentesen tudjuk megszervezni a tornát. Ugye 30 csapat volt, 13 külföldi együttessel. Milyen mérkőzéseket láthattak az érdeklődők és a szakemberek? Évről évre egyre izgalmasabbak a mérkőzések. A Kecskemét újra nagyon jó formában érkezett, úgyhogy ők címvédőként meg is nyerték minden két korosztályban egyébként a tornát. Láthatjuk egyébként, hogy a Kassa folyamatosan évről évre komoly szakmai fejlődést mutat, úgyhogy idén már mind a két korcsoportban döntőt játszottak. Nagyon jó volt a DVSZ csapata, láthatni egyébként, hogy egy szomszédos megyében nagyon komoly szakmai munka folyik a háttérben. Hogyan szerepeltek a megyebeli csapatok? Jól szerepeltek, bár azt mondhatom, hogy azért a DVSZ, a Kecskemét, a Hajdunánás és a Kassa csapata azért előrébb végzett, ott a középmezőnyben találhatjuk a megyei csapatokat. Nyílt a lehetőség az edzők szakemberek között eszmecserére? Igen, kaptunk nagyon jó visszajelzéseket már a mérkőzések folyamán. A DVSZ jelezte, hogy egyébként edző tábort fognak rendezni itt Kisvárdán, tehát megragadják azért a lehetőséget az edzők, a szakemberek, hogy egy ilyen torna alkalmával bővítsék egyébként az ismereteiket, és minél több lehetőséget tudjanak biztosítani a játékosaiknak. Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából magyarak a településekről érkeztek csapatok. Mennek-e majd esetleg ezekre a településekre, akár megyebi, vagy akár más megyékbeli csapatok? Hát ilyen terveket nem hallottunk, megmondom őszintén, hogy ők nagyban jó lehetőség nekik.
hogy ezen a tornán részt vehetnek. Minden évben jelzik, hogy a következő tornát már várják, és elsősorban ennek a tornának azért a fair play gondolatának a népszerűsítése a célja. A fair play az az egyik legfontosabb és legnemesebb tényező egyébként a sportágunknak, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt meg tudjuk valósítani ez a tornán, és ennek az üzenetét határon túlra is el tudjuk vinni. Létszámot, időt tekintve mekkora előkészületeket, mekkora logisztikát igényelt ennek a tornának a lebonyolítása? Hát ezt jó pár hónappal előtt elkezdjük szervezni, ez már múlt év szeptemberében elkezdjük összekészíteni egyébként a háttéranyagot. 2,5 hónap az, amit intenzíven kell előtte dolgoznunk, és utána az utolsó egy hónap pedig teljes energiát követel tőlünk. Ez a csapat létszáma maximum, vagy pedig még esetleg növelhető érdeklődés esetén? Szeretnénk növelni, 32 egyébként a maximum létszám a mostani versenykirány szerint, ahhoz már egyéb korosztályokat kellene megszólítanunk. Azért szólítjuk meg ezeket a korosztályokat, mert a fiatalabb korosztályokban nagyon jó egyébként a Magyar Kézilabda Szövetségnek a hálója, és nagyon jól tudják őket versenyeztetni. Az ez a korosztály, aminek több versenyeztetésre vagy kapcsolatteremtésre van szüksége, és ez egy ilyen hiánypótló az ő esetükben. Egyébként mennyire népszerű jelenleg a gyerekek körében a kézilabda megyei szinten, hiszen minden sportág mindennek tesz azért, hogy minél több gyereket maga mellé állítson. Ebben a tekintetben nagyon jó helyen szerepel egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Budapest és Pest megye után a legtöbb igazolt játékos megyénkben van. Egy év még hátra van a 6. junior kupáig, mi a megyei szövetség következő nagy rendezvénye? Hát szeretnénk becsatlakozni a kerekesszékes és a csörgőlabda versenyrendszerében. Bemutató mérkőzéseket, kupa mérkőzéseket szeretnénk rendezni, szeretnénk megszólítani ezt a szegmensét is egyébként a kézilabdának, és a Diák Sportszövetséggel szeretnénk együttesen megvalósítani egy újabb nagy projektet, úgyhogy ebben fogunk a legközelebb részt venni. Vasárnap folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A törökországi edzőtáborból hazatérő Nyíregyháza Spartakusz a nyitófordulóban a Soroksát fogadja. Nagyon jó körülmények között, nagyon jó pályákon tudtunk edzeni, szerencsére nagyon jó időt fogtunk ki, emiatt azt gondolom, hogy hasznos volt az edzőtábor. A lejátszott mérkőzések is jól szolgálták a felkészülésünket, nagyon jó meccseket játszottunk. Itt említeném a Légia Varsó elleni mérkőzést, jó ritmusban, jó mérkőzést játszottunk. A fiatalok szerepét lehetne kiemelni, mindenki ugyanannyi mérkőzés percet játszott, töltött a pályán, és mindenki megállt a helyét, az látszik, hogy a jövőben a fiatalokra majd lehet támaszkodni. 4 edzőmeccset játszottatok, 2 orosz csapattal, ugye az említett Légia Varsóval és egy bolgár csapattal, mennyire tudatosan választottátok ezeket az ellenfeleket? Igen, hát igazából ilyenkor úgy majd kiválasztjuk a helyszínt, majd küldik az ellenfeleket. Tudatos volt, mert több opciót is küldenek ilyenkor, lehetőleg olyan ellenfelekkel próbálunk lekötni, akivel azért jó meccseket tudunk játszani, ráadásul ez is fontos, hogy hol tartunk a felkészülésbe. Pont a Légiát azért választottuk, hogy gyakoroljuk a védekezést, ez be is jött igazából, nagyon jó védekeztünk, nagyon szervezett volt a csapat. Igazából mindegyik mérkőzést azt gondolom, hogy hasznos volt. Az orosz csapat ellen az első mérkőzésünk ugye 0-0-ra végződött, az is egy kemény csata volt, de a bulgár és a Légia ellen volt helyenként kemény, vagy inkább durva mérkőzés. Egy edzőtábor van eltöltött 10 nap, a csapatépítés szempontjából is nagyon fontos, ezen a téren léptetek előre, vagy egyáltalán kellett előre lépni, bár érkeztek új játékosok. Szerencsére nem volt olyan nagy a mozgás a csapaton belül, de fontos volt ez a 10 nap, hogy a csapat még jobban összekovácsolódjon. Azt gondolom, hogy ez sikerült, az új játékosok be tudtak illeszkedni, és a csapat még jobban összekovácsolódott. Az utóbbi időben igazából erre nem is volt panasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos volt ez a 10 nap még a csapatépítés szempontjából is. Az őszi szezon utolsó 6 meccsét megnyertétek. Gondolom a szurkolók, ti is a játékosok, a szakmai stáb szeretné ott folytatná azt valami, ahol abba hagyta. A játékon kellett-e, vagy akartok egyáltalán valamit változtatni? Igen, hát remélem, hogy ez önbizalmat és magabiztosságot ad ez az elmúlt 6 mérkőzés. Kialakult egy játékstílus, amit szeretnénk tovább építeni. Szeretnénk még határozottabban, markásabb csapatot látni a pályán. Remélhetőleg, hogy ez látszani is fog az elkövetkezendő mérkőzéseken.
a törökországi jó időből visszaestetek a magyarországi télbe, és hétvégén már bajnoki meccs következik. Milyen állapotban vannak most a játékosok? Átment rajtunk az utolsó napokban egy ilyen betegség hullám. Az utolsó napra terveztünk két mérkőzést, kétszer 90 percet, mindenki úgy gondoltuk, hogy tehát 90 percet töltsön a pályán, ez nem jött be, meg volt a taktikai értekezlet 11 órakor, 3 órakor volt az első mérkőzésünk, és már négyen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mérkőzésen, belázasodtak, kőgésre panaszkodtak, emiatt volt pár játékos, aki másfél mérkőzést töltött a pályán, és az a fele még további betegek lettek. Most találkozunk először majd a keddi napon, és meglátjuk, hogy milyen állapotban van igazából a csapat. A Soroksár érkezik az első tavaszi fordulóban. Erős csapat, jól képzett játékosokkal. Milyen meccsre számítasz hozzátéve, hogy jelen áll szerint alig, ha lesz biliárd simaságú a játéktér? Nagyon fontos az első meccs, nekünk is a Soroksárnak is. Azt gondolom, hogy majd a pálya minősége meghatározza a játék képét. Úgy gondolom, hogy az a csapat fog győzni, amelyik jobban alkalmazkodik a pályaviszonyokhoz. Mi az utolsó mérkőzésen Dorogon játszottuk az utolsó mérkőzésünket télen. Ott is alkalmazkodtunk a pályához, remélhetőleg most hazai pályán se lesz ezzel problémánk. Megszerezte 9. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese 118-85-re nyert a Békési SSK otthonában. Nehezen indultunk a mérkőzésnek, illetve több kérdőjellel. Az utóbbi időszakban sérülések, betegségek nehezítették a munkánkat. A csapat összetétele így is, tehát kevesebb volt, mint amit terveztünk, még az utolsó pillanatban is sajnos betegség történt. Ez nem jó előjellel indult ez a túra, de igazából a csapat összeszedetten tudott dolgozni, és nagyon nagy öröm volt látni a csapaton, hogy védekezésben, de elsősorban támadásban, amit a dobott pontok is jeleznek, csapatként tudtunk tevékenykedni, amit bizonyít, hogy heten is 10 pont fölött dobtak a csapatból, és nagyon fontos volt, hogy minden pályára lépő játékos úgy tudott hozzátenni a csapat munkájához, hogy az érdemben látszott is, akár védekezésben, de még egyszer mondom támadásban, mert a 110 dobott pont az jelez valamit. Mennyi játék lehetőséget kaptak a fiatalok? Sajnos a fiatalok közül is nagyon sokan kidőltek. Ez a járványos időszakban 4 fiatal közül 3 betegséggel küszködött. Az egy rendszeresen csapattal készülő fiatalember játékhoz is jutott, Kazay Ákosról lévén szó, és nagyon biztatóan és nagyon odaadóan tevékenykedett. Ez pontokban is megjelentkezett most. Mennyire biztató a jövőt tekintve ez a pontgazdag játék? Igazából a kosárlabdában is, de a labdajátékokban is elsősorban úgy nyilvánulnak meg az edzők és a csapatok, hogy védekezünk jól, és abból próbálunk jó támadást vezetni. Az én felfogásom szerint elsősorban a támadás a lényeges, mert hogy tudjunk kosarat dobni, vagy bármilyen labda, mert védekezhetünk bármilyen jól, ha nem vagyunk képesek kosarat dobni, vagy gólt lőni, akkor én azt gondolom kevesebb sikert tudunk elérni, tehát mi elsősorban a támadásra hegyezzük ki a játékunkat, próbálunk ebből építkezni, de nem mondunk le természetesen a védekezésről sem. A sok kapott pont az érintőjel, erre oda kell figyelnünk csapatszinten is, és ezeket a hibákat igyekszünk kijavítani, mert nagyon fontos mérkőzések előtt állunk. A következő fordulóban ismét egy olyan meccs lehet, amelyen 100 pont fölött dobhat a csapat, hiszen a tabella hátsó régiójában tanyázó Gyula érkezik majd a Vánki csarnokába. Milyen elvárásai lesznek ezen a meccsen? Egy kicsit mi már tovább tekintünk legalább egy mérkőzésen, mert az azt követő fordulóban az Éllovas Debreceni Campus Fesztiválhoz látogatunk hétközben, tehát egy 10 nap alatt 2 mérkőzést fogunk lejátszani. Nagyon tiszteljük a Gyula csapatát, próbálunk a lehető legjobban felkészülni arra a mérkőzésre. Lehetőség szerint minél több fiatalnak, és aki eddig kevesebbet játszott, azoknak több játék lehetőséget adni, és bizonyos játékelemeket gyakorolni. Lebecsülés nélkül már a következő mérkőzésre készülünk. Én azt gondolom, a realitás és a papírforma azt mutatja, hogy a hazai pályán ezt be kell hozzunk, le kell gyűrnünk az ellenfelet. Harmadszor nyerte meg a Nyíregyházi kupát az Ibrányi futballcsapat. Az MRS megyei igazgatóság által szervezett tornán az Újfehértó végzett a második helyen, a Kemecse és az Áhony előtt.
Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon komoly hagyománya van, hogy a megyei igazgatóság teremtornát szervez télen a nagypályás felnőtt csapatok részére. Ugye Nyírerdő Kupa néven 7-szer írtuk ki ezt a sorozatot, de előtte sokáig Homa Kupa volt, előtte még más név adó szponzorként szerepelt, úgyhogy több mint 2 évtizedre ennek már van egy hagyománya, a csapatok várják, szeretik, és azt hiszem, hogy remekül szolgálja a januári felkészülési időszakban a munkát. 2 fordulón keresztül jutottak ide a döntőbe, a 8-as döntőbe a csapatok. Milyen volt a visszajelzés a előselejtezők és a középdöntőkről? Elég jól sikerültek a selejtezők, illetve a középdöntők. Nagy meglepetések is voltak, például ugye Nyír Gyula, aki többszörös színvédő, sokszor megnyerte ezt a teremtornát, már rögtön az előselejtezőből ugye elvérzett Nyírvátorba, de mondhatok itt más olyan remek kispályás csapatokat, akik végül nem jutottak el. Ugye például Gyulaháza a hazai pályán a középdöntőből nem tudta magát beverekedni a 8-as döntőbe, holott talán az elmúlt 6-7 évben mindig itt voltak közöttünk, és a színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok most is, itt jelenleg a 8-as döntőbe az element már 5-6 találkozó, bizony voltak azért döntetlen, illetve szoros mérkőzés. Is, és hát remélem, hogy az egész nap így lesz, és jó mérkőzéseket látnak a valóban szép számú közönség. Ezzel a nap, ez a vasárnapi nappal a műfüvesedett pályás torna sorozat lezárul, viszont indult egy szabadtéri műfüves sorozat. Igen, tegnapi nap folyamán elindult a 8. alkalommal megrendezett, most már Szabolcs Foci Info nevet viselő műfüves torna. 4 helyszínen, Kisvárdány, Nyírbátorban, Tarpán, valamint Nyíregyházán. 50 csapatot tudtunk fogadni, maximális létszámmal indulunk. 5 fős csoportokkal ott is mindenki játszik, mindenkivel, tehát 4 mérkőzése van. Mindenkinek nincsen helyezés, arra azért figyeltünk, hogy egyrészt területileg, tehát ne kelljen sokat utazni egyet csapatnak, valamint a területen belül ugye a jobb 5 csapatot egy csoportba tettük, a gyengébeket szintén egy csoportba, hogy azonos, közel azonos tudású csapatok játszanak egymással, hiszen úgy gondoljuk, hogy a márciusi bajnoki rajtra, illetve ugye megye egybe a február végi bajnoki rajtra, ez szolgál a legjobban a felkészülést. Tart már az átigazolási időszak, milyen a mozgás? Egyelőre még nincs olyan nagy mozgás, 1-2 nagyobb átigazolás volt, de konkrétan még egyelőre nem indult meg az a nagy út, ami esetleg az utolsó 2 hétben várható. Valószínűleg azért februárban egy picit nagyobb mozgás lesz, mint itt most január végén volt. Talán papírformának mondhat, hogy az Ibrány itt van a Nyírerdő Kupa döntőjében, de ettől függetlenül is hogyan sikerült eddig a felkészülés, sőt kezdjük azzal, hogy milyen játékos mozgás volt a téli időszakban. Felkészülésünk eddig jó úton halad. Igen, kicsit mondható, hogy papírformának mondható az, hogy itt vagyunk a teremtorna döntőjében, hiszen a csapatot jó kis pályás játékosok alkotják. Maga a felkészülésünkben a 3. hetet tudtuk le, és ezzel a tornával a 3. hetet fejezzük be. A játékos mozgásban igen, már történt, ugye a korábban már tudni lehetett, hogy a Farkas Marci a Kemecsén folytatja, viszont már sikerült leigazolnunk a Varga Krisztiánt Balkányból, aki korábban ugye a Cigándon MB2-ben is futballozott, mindenféleképpen erősítés jelent, és úgy néz ki, hogy a közeljövőben még fog csatlakozni hozzánk a Makai Pisti is. Az elmúlt hetekben lehet az, hogy az időjárás nem a legkegyesebb volt a szabadtéri sportokhoz. Ti milyen körülmények között tudtatok készülni? Hál' Istennek úgy gondolom jó körülmények között tudunk edzeni. Szibrányban van egy kis műfős pálya, ahol nagy részben a munkákat el tudjuk végezni. De viszont, hogy változatos legyen a programunk, így több különböző edzésforma is be van építve a felkészülésünkbe. Box edzésünk volt, spinning edzésre járunk, a héten úszó edzés volt, úgyhogy hiszen minden edzést egy kis műfőn végigcsinálni, azért kicsit monoton lenne és befásulnánk, illetve különböző edzőmérkőzésekkel készülünk. 4 hét múlva kezdjük a bajnokság, hogy néz ki addig a program? A jövő hét programja az úgy néz ki, hogy ahogy említettem is lesz egy spinning edzésünk, Hajdúböszörménnyel fogunk szerdán edzőmérkőzést játszani, szombaton Cigányra látogatunk, illetve mellette még lesz majd még 2 edzés. Ezen a tornán itt vagyok a döntőben, mi a cél? Úgy indultunk neki, hogy az mindenféleképpen elvárás volt, hogy a döntőre jussunk be. Ha már itt vagyunk, akkor viszont én úgy gondolom, hogy mivel egymás után 2 számát sikerült megnyerni, így bátran kimerem mondani, hogy szeretnénk most is megnyerni. A vasárnapi döntő 14 meccsén 61 gól született. Az 500 ezer forint összdíjazású tornán a győzelmet végül az Ibrány szerezte meg, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte az Újfehértót. A 3. hely a Kemecsi lett a Záhony előtt. A gólkirályi cím a 13 találatos Záhonyi Sárkány Gábor birtokába került, a legjobb kapusnak a Kemecsi Sánta Tibort, a legjobb játékosnak pedig az Ibrányi Somogyi Márkot választották meg a szakemberek. A legsportszerűbb csapat címet az Újfehértó kapta. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva, viszontlátásra!